Tegnap a softballal ismerkedtek a táborozók. A bemutatót a válogatott kanizsai tagja tartotta, aki egyébként nemrég tért haza az Európa-bajnokságról. A cél az mindenképpen az, hogy minél több gyerekkel ismertessük meg ezt a sportágat. Magyarországon nagyon kevesen ismerik ezt a sportot, ugye a labdarúgás, kézilabda, ezek vannak jobban elterjedve. Ez egy amerikai sport, és próbálunk minél több gyerkőcöt elcsábítani, hogy jöjjön és próbálja ki, és hogyha megszereti, akkor játszon velünk, és menjünk meccsekre. Az ilyen alkalmakon a softballt és férfias testvérét a baseballt is népszerűsítik. A sormási fiatalok többsége most próbálta először a sportágat. Nagyon izgalmas volt, nagyon tetszett. Az ütés hát nem könnyű, de szerencsére nekem elsőre sikerült eltalálnom a labdát, és elég messze is tudtam ütni. A dobással voltak kisebb gondjaim, de azért abba is sikerült belejönnöm. 22-23 gyerek vesz részt a táborban. Sormáson ez már a harmadik év, hogy így segítenek nyáron a szülőknek. Nagyon sikeres. Már a téli időszakban már igénylik, hogy lesz a nyári tábor. Reggel 7-től délután 17 óráig vagyunk itt. A gyerekek szerint több dolog is szuper a táborban, a napok pedig mozgalmasan telnek. Minden nap délután megyünk fürödni, strandokra, a Balatonra, és hogy minden nap valami jó programot kitalálnak számunkra. És egyik nap se unalmas. A kéthetes tábor holnap zárul. Azonban a sormási önkormányzat idén is beadja pályázatát, hogy augusztusban Erzsébet tábort szervezhessen a gyerekeknek.